Murvás talajon közlekednek a gépjárművek Záhonyban, az Arany János utcán. Hamarosan gördülékenyebb lehet itt a közlekedés, hiszen teljesen új szilárd burkolatot kap ez a szakasz. Emellett további három töredezett és kátyúkkal teli utcát aszfaltoznak újra, két igencsak forgalmas helyen pedig ledes okos zebrát alakítanak ki. A fejlesztéseket teljes egészében Európai Uniós forrásból valósítják meg, mondta el a projekt nyitó rendezvényen Helmeci László Záhony polgármestere. Az új Európa Uniós fejlesztési ciklusban a TOP pluszos projektekben tudtunk pályázni utak felújítására. Pontosabban négy útszakasz fog megújulni. Egy olyan útszakaszunk, ami még nincs szilárd burkolattal ellátva, ez egy régi adósság már a lakosság felé, az Arany János út teljesen új burkolatot kap, és valamint három olyan útszakasz kap majd egy kopó réteget, ami szintén már elhasználódott és nagyon ráfér a felújítás, és két közlekedés biztonság vagy közlekedés technikai megoldásunk is lesz, egy újítás, ahol ledes gyalogos átkelők épülnek az iskola környékén, a Műlési Háznál és az általános iskola átjáróinál. Ez pedig már Záhony egy régi, leromlott állapotban lévő épülete, amely korábban általános iskolaként üzemelt. A közelmúltban a Kárpátaljáról érkező menekülteket fogadták ezen a helyszínen. Hamarosan felújítják ezt a létesítményt, amely új funkciót kap ennek köszönhetően. Az önkormányzat közel 500 000 forintos támogatást kapott arra a célra, hogy az átalakítást követően idősek nappali ellátását nyújtó intézményt hozzanak létre. Erre nagy szükség is van, mert Záhonyban több mint 1000 nyugdíjas korú ember él. Erre a magyar kormánytól és az uniótól 490 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaptunk, teljes egészében finanszírozza ezt a támogató. Itt jelenleg menekült ellátást biztosítunk az Ukrajnából érkező háború elől menekülő lakosoknak, állampolgároknak. Valószínűleg december végéig megszűnik ez a tevékenységünk, és azt december után tudjuk elkezdeni a pályázat megvalósítását. Addig is folynak a papírmunkák, a közbeszerzés, a tervezés engedélyeztetése, de már látjuk azt, hogy mikor tudjuk elkezdeni, és ezt mondom, valószínűleg januárban el tudjuk kezdeni. A térségi szociális központ fogja üzemeltetni majd idősek nappali ellátását, és a gyermekvédelmet is itt szeretném majd elhelyezni. Nagyon nagy igény van rá, mert a város elöregedő lakossága igényli ezt a szolgáltatást, de leginkább az idősek bentlakásos otthonára lenne szükség, viszont erre nem tudtunk pályázni. Egyelőre kezdünk a napközi ellátással, és aztán ha tudjuk, akkor megpróbáljuk kialakítani a bentlakásos otthont is. A városban több mint 1000 nyugdíjas korú állampolgárunk vagy lakosunk él, ami azt jelenti, hogy a lakosságnak a 25%-a, tehát nagyon nagy igény van arra, hogy az idősekkel is tudjunk foglalkozni megfelelő szinten. Az új intézmény kezdetben 20 férőhelyjel kezdi meg működését, a tervek szerint jövő év nyarán.